Ez az m4.hu közbeszéd című műsora a Klasszis Podcast csatornáján. Műsorunkban szakújságíróink és neves szakértők beszélgetnek gazdaságról, aktuális történésekről és közéleti kérdésekről. Feltétlenül iratkozzon fel a Klasszis Podcast és YouTube csatornákra. Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Ez itt a Klasszis Podcast csatornán az m4.hu közbeszéd című műsora, és az alkalomból gyűltünk össze, hogy értékeljük ezt az évet. Elég sok minden történt, nem is biztos, hogy mindenre ki fogunk térni, de vagy ki tudunk majd térni ebben a nagyjából 40 perc alatt, de azért igyekszünk a legfőbb eseményeket szóba hozni. A beszélgetésben részt vesz Gáspár András, az M4 és a Privátbank Árlap igazgatója. Szia, Saci, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Király Béla, a lapcsoport újságírója és az M4 alapítója. És köszöntöm a hallgatókat. És Csabai Károly, az M4 és a Privátbank Ár felelős szerkesztője. Főszerkesztője. Voltam az is egyébként, tehát sziasztok, és én is köszöntöm a hallgatókat. És akkor a felelős szerkesztő Székely Sarolta magam nevében is köszöntöm a hallgatókat még egyszer. De először szerintem kezdjünk egy ilyen tök egyszerű kérdéssel, vagyis hát látszólag egyszerű kérdéssel, hogy kinek mi volt az év legmeglepőbb eseménye, legfelháborítóbb, vagy a legnagyobb érzéseket váltotta ki belőletek, és akkor így kapásból, ami egyből eszetekbe jut. Karcsi? Sok ilyen volt, az biztos. De hát a legmegdöbbentőbb az mindenféleképpen a háború kitörése, bár lehetett számítani. És a másik az az, hogy bár nem háborús inflációról beszélünk, de azért nem gondoltam, hogy az infláció 27% is lesz itt a december magasságában. Úgyhogy hát van azért az energiaárak is, nagyon sok minden, úgyhogy szerintem, hogyha belemelegszünk itt a beszélgetésbe, akkor majd még jönnek, de akkor azt mondom, hogy háború és infláció, és nem háborús infláció. Ugyanezt nem lehet mondani. Jó, akkor én azt mondanám, hogy akkor inkább azt úgy közelíteném meg, hogy ha mondjuk nem tavaly december, de mondjuk tavaly ilyen október, november eleje, akkor egy csomó remény volt szerintem, nem csak bennem, hanem mindenki másba, és akár gazdasági, akár politikai kérdésekben, ezek így hús elmentek a szélbe idén. És úgyhogy most megint így reménykedünk, hogy jobb lesz, de ahogy tavaly egy sokkal kedvezőbb, látszólag kedvezőbb helyzetből indultunk neki a következő évnek, úgyhogy most egy rosszabb helyzetből reméljük, hogy jobb lesz. Hát igen, hát nehéz más mondani, mint a háború, meg az infláció, de ha mégis más kell, akkor mondjuk számomra a legmeglepőbb és egyben a legmegdöbbentőbb is az a Magyarország, illetve a magyar kormányzatnak a háborúra adott válasza, illetve a háborús helyzetben való viselkedése. Az ugyan még gyakorlatilag szinte mindenkit meglepett, talán csak külpolitikai szakértőnk Kánsz Csaba volt az egyetlen, akit kevésbé lepett meg az, hogy Oroszország végül mégis támadásba lendül. De engem még ennél is jobban meglepett az, hogy ebben a helyzetben hogyan fog viselkedni a magyar kormány. Ugye ismertek vagyunk az orosz barát hozzáállásukról a világban, de egy ilyen szituációban én nem gondoltam azt, hogy gyakorlatilag mindenfajta szövetségesünkkel összerúgva a port, gyakorlatilag nem is tudom pontosan, hogy milyen érdekek mentén, de biztos nem az ország érdekeit szolgálva sikerül egy ilyen pozícióba lavírozni magunkat a háborúnak most már több mint 300 napja alatt, szóval nekem ez volt a legmeglepőbb. Én nem gondoltam, hogy ilyen szinten ki fogunk tartani emellett a politika mellett. A másik pedig, hogyha nem az infláció, akkor az élelmiszerinflációt mondanám. Itt is egy kicsit mondjuk szűkíteném a területet. Ez egyébként az, amivel én a legtöbbet foglalkozom így évközben. És hogyha a 27%-os infláció meglepetés, akkor a 50% környéki élelmiszer áremelkedés, meg az aztán pláne egy letaglózó meglepetés. Ugye lassan 16 éve készítem az árkosár felmérést, és hát láttam én már sok mindent, de azért ilyet nem. El egyáltalán nem számítottam én sem. Én kerültem a legnehezebb helyzetbe, mert jó pár dolgot elmondhatok már előttem. Én akkor a legmeglepőbbnek azt mondanám, szintén a magyar kormány tetteit illetően, az a párfordulás, ami a választások után volt a kormány részéről, addig azért mindig próbáltak egy stratégiai nyugalmat árasztani magukból, és viszonylag következetesen
intézkedéseket hozni, de amit nyáron láttunk, azért ez egy elég nagy fokú kapkodásra utalt, és hát ugye a választások előtt gyakorlatilag szentehénként beállított rezsicsökkentést is kénytelenek voltak úgymond odadobni, vagy eldobni, mert hogy ugye a költségvetés az elképesztő nagy terheket viselt emiatt. Úgyhogy nekem ez volt, ami... Ehhez kapcsolódóan egyébként én megint csak visszacsatolnék erre a remények megcsalódásokra. Én azt gondolom, hogy, a kormány, tehát hogy nagyon sok minden miatt lehet szídni az Orbán kormányokat, de az elmúlt 11 évben nagyjából a gazdaságpolitikában a költségvetés volt egy olyan fix pont, amire nagyon figyeltek. Emlékezhetünk még a járvány idején is egy csomó ideig vaciláltak azzal, hogy milyen segítséget nyújtanak, mert Orbán azt mondta, hogy nem mehet el a költségvetés, mert akkor Brüsszel majd fölakaszt minket, vagy nem tudom már mi, de valamilyen nagyon furcsa szóképet használt annak idején. És most idén, nem tudom, hogy ennyire benézték a világban zajló folyamatokat, vagy mi volt a háttérben, de én azt láttam, hogy például a költségvetés kapcsán is iszonyatosan elszámolták magukat, miközben mondjuk tavaly össze az energiaárakban már volt egy nagyon komoly robbanás, tehát összehasonlítva mondjuk a mostani gázár az alacsonyabb, mint ami tavaly össze volt. Tehát akkor már látszódott az, hogyha valóban fönn akarják tartani a rezsicsökkentést, az 1000 milliárdos tételt jelent majd, és ennek ellenére valahogy nem tudom, hogy mit számoltak, hogy mire számítottak, de hogy ilyen szempontból ez teljesen meglepő volt. Hát az egy kormánytagra eső közgazdászok száma az exponenciálisan megnőtt, mert legalább 3 vagy 4 közgazdász került a kormányba, és ennek ellenére a szakmaiság az viszont valóban csökkent. Tehát egyszerűen, bármikor ők azt mondják, hogy mozgó célpont van, és azért nem tudják összeállítani. Most akkor beszélünk, nem tudom, bemondtuk, hogy december 21-én beszélünk. Nem, még elmaradt. Tehát most még mindig nem tudjuk, most amikor beszélünk ezekben a percekben, hogy összeállít a kormány, és bólint rá következő évi költségvetésre, tényleg ez felborító, de én gyorsan még hadd mondjak még valamit, mert eszembe jutott a meglepetés, a Ferencváros. Hogy nem jutott a BL-be, vagy melyik része? Hogy tovább jutott az Európa Ligában, nem, én pozitív vagyok, én még egy ilyen év után is, úgyhogy azt mindenféleképpen azért meg kell említeni. Hát én csak azért nem említettem, mert nekem nem volt akkor a meglepetés, tehát hogy én nem számítottam. Örömhír, ha azt kérdeztetek volna, hogy mi volt a legnagyobb örömhír, vagy mik a legnagyobb várakozások akkor a jövő év elejére, akkor valóban ez a nyolcaddöntő az Európa Ligában. Hát a további, és nem volt nekem akkor a meglepetés, talán mint a kevésbé. Egy kispesti szurkolóknak. Ami... Mondjad. Ami meg egyébként az előbb elhangzottakat illeti, egy másik meglepetés is ide kapcsolódik, és szerintem szorosan összefügg ezzel, hogy ki hitte volna, hogy így december 21-én még azon fogunk gondolkodni, hogy vajon még mindig azon gondolkodunk, hogy vajon mikor szerzünk pénzt az Európai Uniótól, van-e vár valami fél megállapodásunk, de hogy akkor abból most akkor valójában mi fog megvalósulni, mikor lesz ebből pénz. Azért ez egy nagyon régóta húzódó történet. Szerintem ez értelemszerűen szorosan összefügg ezekkel a problémáinkkal, hogy akkor mi van ezzel a költségvetéssel, meg miért is kellett az csökkentést elengedni, meg azzal is, amit én láttam, hogy mennyire elszigetelődtünk mi itt a külön utas és értetetlen utas politikáknak köszönhetően itt a saját közösségünkben, és ugye még mindig ezen gondolkozunk, hogy ez a nagyon fontos tétel, mikor érkezik be a költségvetésbe, ami az uniós pénzeket illeti, abból egyáltalán milyen összegben és milyen időzítésben, ez is mindenképpen az évnek egy meglepő fejleménye volt, és egy olyan erősen nyitott gazdaság, ami ennyire függ az ő partnereitől, ideértve az Európai Uniót, ideértve az európai, a nyugat-európai kereskedelmi partnereinket, hogy ez megcsinálta azt, hogy gyakorlatilag egy teljesen belelavírozta magát egy olyan helyzetbe, ahol nincsen egyetlen érkézláb barátunk se, hogyha nem tudom, talán a viszonylag kisúlyú és kevéssé jó helyzetben lévő Szerbiát nem vesszük ide abba a kalapba, akkor itt maradtunk egyedül, törleszkedve egy olyan hatalomhoz, aki hát messze nem arról híres most, hogy bármilyen lehetősége lenne az ő kedves külföldi partnereinek bármiféle érdemi gazdasági fejlődésben besegíteni, erre se kedve, se módja lehetősége nincsen, és akkor valóban itt vagyunk, hogy jöttek ezek a
ezek a folyamatok, és akkor meg itt állunk a szélbele tolkatjával. Bocsánat, hogy kérdezzek. Szerintetek ez aránytévesztés, mert ha visszagondolunk, mondjuk amikor elindult a menekült hullám, nem tudom, 15-ben, akkor is valamilyen szinten Orbán egy fekete bárány volt, mert ő mondta először, hogy nem, meg át kell parancsolni, miközben Németországban még volt az a Willkommen kultúra, stb. És most ez megint csak egy aránytévesztés, vagy pedig totális zsákutcába ment most bele Magyarország? Akár oroszokkal kapcsolatban, akár az energia stratégia, akár a költséget, és hogy látjátok? Szerintem zsákutca. Tehát, hogy nem kelethez tartozunk, nem. Oké, hogy vannak üzleti kapcsolataink a keleti országokkal, legyen Oroszország, meg Üzbegisztán, meg Kína, de hogy azért mi európai országnak tartjuk magunkat, Európához próbálunk csatlakozni, annak az elveit követni, annak a mentalitását felvenni. Nyilván nem azt mondom, hogy nem kellenek a keleti kapcsolatok, de a fókusznak szerintem a nyugati irányba kellene tolódnia, most pedig hát teljesen kelet felé tolódott, hogy ennek mi lesz a vége, meg most lesz-e egy keleti Európai Unió, vagy keleti unió, azt azért nem hinném, de ebből semmi hasznunk nem származik szerintem, mert főleg így nemzetközi, európai szinten. Ez iszonyú tudatos az Orbánok részéről, tehát ők fölvállalták, tehát nem is akarnak nyugathoz csatlakozni. Ugye az Orbán, most nem mondom, mert a versenytársunkban jelent meg az a cikk, de egy nagyon jó cikk volt néhány hónappal ezelőtt, az szeptember végén, ami összefoglalta, hogy az Orbánék miért csüngenek ennyire Oroszországon, mert miért akarnak saját identitást, hogy akarják megkülönböztetni magukat. Ők nyugaton, hogyha most nyugaton csatlakoznának, megpróbálnák a nyugati értékeket ugye magukénak vallani, akkor egy darab lennének ebből a nagy nyájból. Ők ki akarnak valami teljesen speckó helyzetet maguknak indikálni, és ezért oda mennek az oroszok felé. Én okay, szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon rossz, és kérdezted, hogy most zsákutca, szerintem nekünk zsákutca, persze, nekünk normálisan gondolkodóknak ez zsákutca, és tudjuk jó, hogy nem arra van a fejlődés iránya, amiben most az ország megy, de őket ez pont szerintem most nem. Oké, de hogy teljesen kinyílt a világ, tehát akár telekommunikációs eszközökön keresztül, akár pedig, ha azt nézem, hogy gyakorlatilag szerintem majdnem minden, vagy minden második családnak van most már olyan közeli hozzátartozója, aki Angliában, Ausztriában, Németországban, nem tudom, külföldön él, ahonnan közvetett. Nem az van, hogy most meghallgatom a tévében, hogy Németországban megfagynak az emberek, és mécsessel világítanak, hanem az ismerősöm vagy a rokonom megírja, hogy milyen viccesek itt a Rogánék, hogy ilyen információkat terjesztenek, tehát hogy nincs az a fajta információs vasfüggöny, mint ami annak idején a szocializmusban volt. Bocsi, lehet szerinted ennek ellenére adni azt, hogy nekünk jó az, hogy szarul élünk, és szellemi nyomorban? Igen, mert van vasfüggöny. Hogy ne lenne vasfüggöny? Hát menjél egy kicsit távolabb, 200-300 kilométerre Budapestről, és menjél le, és akkor ahol a Kossuth Rádiót hallgatják, az M1-et nézik, és a megyei lapokat olvassák, az ott nincs ez, amit mondasz, hogy minden második ember ott de egy csomó embernek, onnan is egy csomó embernek a lehet, rokona, csak de mondjuk lehet, hogy nem informatikusként, hanem mezőgazdasági segédmunkát végez, de nagyon is sokan vannak, akik Kelet-Magyarországról is mennek. De ennek semmi nyoma, még egy utolsó előrehozott választáson sincsen semmi nyoma annak egy helyhatósági önkormányzati képviselő. De ez azért, amire elhiszik az emberek, sincsen. Vagy mert totálisan alkalmatlan az ellenzék. Tehát vagy sikerült egy olyan információs buborékot létrehozni gyakorlatilag fél Magyarország köré, nem látják a fától. Szerintem sikerült, tehát hogy valóban amire jutott pénz, paripa, fegyver, meg szaktudás is, az, hogy ez a kommunikációs gépezet egy percet sem lassított. Ugye a frissen megszavazott 9. szankciós csomag közepette éppen konzultálunk nagy erőkkel a szankciók. Nem lehet vétózni állandóan, mert azt akkor hogy néznek ki? Meg a szankciós infláció valóban. Mint jel. Tehát, hogy ezek egyszerűen így vannak, ez bőven elég ahhoz, hogy ezt a dolgot itt a hatalomba tartsák, és szerintem ami még változás,
és talán a nem tudom hányadik meglepetés most már, az pedig az Európai Uniónak is a hozzáállása, és ez egy kicsit válasz arra is, hogy mitől lett ez zsákutca, azért azt nem mondhatnánk, hogy Orbán Viktort ennyi év aktív politizálás után könnyű lenne bevezetni, vagy magától belemenne egy zsákutcába, ahhoz, hogy ez mégis megtörténjen, mert egyébként szerintem is megtörtént, ahhoz az is kellett, hogy változzon a térkép. Nem gondoltuk szerintem azt sem, akár csak egy évvel ezelőtt sem, hogy az Európai Unió egy ilyen irányt is fel tud venni, akár mondjuk a háború kapcsán, hogy ilyen keményen beleállnak ebbe a szankciós politikába, talán Putyin elnök gondolta legkevésbé azt, hogy ez a háromnaposra tervezett háború pontosan azzal, hogy a nyugati világ közte nem kis részben az Európai Unió és az ide tartozó országoknak a támogatásával Ukrajna még 300 nap után is talpon tud maradni, jelentős sikereket tud felmutatni egy olyan háborúban, amit tehát egy nála lényegesen erősebb Oroszország ellen kell vívnia. Nyilván nem kérdés, hogy tényleg tartott volna ez 3 napig, vagy mondjuk 7-ig, nem tudom, hogyha magára maradt volna, de ez nem történt meg. És a másik irányban pedig a Magyarországgal szembeni hozzáállása is hirtelen nagyot változott a korábbiakhoz képest. Hát azért azok az ügyek, amik most a felszínre jöttek a Magyarországnak az uniós pénzek felhasználása körüli attitűdje kapcsán, hát ezek a sztorik, ezek évtizedek távlatban nyúlnak, ugye vissza az összes Alföldön épített 10 centis kilátótól kezdve a nem világító köztéri lámpákig, tehát hogy ez nekünk a hétköznapjainknak a része, és hát ezt eddig büntetlenül meg lehetett úszni. Annyira közel, tehát most ezt igen, azért kapjuk, mert... Pontosan, ezt eddig büntetlenül meg lehetett úszni, lehetett egy ilyen... Ezzel vitatkoznék, hogy az oroszok miatt kapjuk. Én azt gondolom, hogy Nyugat-Európában így cseprül, tehát hogy mint a pohár, így lehet, hogy ez az utolsó csepp volt, de hogy... Az az állandó konfrontatív politika, amit a magyar kormány képviselt, miközben az Európai Unió arra van kitalálva, hogy egy konszenzusos működés mentén menjen előre, hiszen már annak idején a 11-12 országgal sem lehetett volna normálisan működni, hogyha ilyen konfrontatív minden tagállam vagy a többség. Úgyhogy a 27-tel meg tényleg egy csak úgy tud működni együtt, hogyha konszenzusos döntéseket hoznak. És ilyen szempontból a magyar kormány, illetve maga Orbán Viktor folyamatosan feszítette a húrt azzal, hogy ő mindig konfrontálódik. Tehát ő nem tud olyan ügyet, ahol ne valami sarkos véleménye legyen, független attól, hogy most abban igaza van, vagy nincs igaza, ő neki mindig egy annyira a fősodortól eltérő... Hát meg kell különböztetni a magát. Ez a különutas politika. Hát igen, mindig meg kell különböztetni a magát. Amit egyébként nem csak úgy közvetlen az unióval folytat, hanem házon vagy országon belül is. Gondolok itt mondjuk különadókra, az, hogy uniós pénzekből fedezzük a tanári bérek emelését, amire egyébként eddig nem volt példa, vagy nem nagyon jellemző, és akkor az EU az látja a dolgokat, és azért mindig oda szólt, vagy mindig volt valami megjegyzés, hogy ez nem tetszik, ez nem jó, tehát nem feltétlenül olyan tettekre kell gondolni, hogy most ott az Európai Parlamentben, vagy Brüsszelben Orbán vétózgat, hanem ez a nagyon sok kicsi csepp, ez szerintem is összegyűlt, és akkor Orbán Viktor. Igen, és a háború katalizálta mindenféleképpen ez, de azért nekem hiányzik a mi beszélgetésünkből egy az, hogy minden országnak, vagy minden, hogy is szokták mondani, minden országnak olyan kormánya van, amit megérdemelt, meg olyan ellenzéke is. Tehát, hogy az, hogy amit a Béla mondott, hogy volt egy ilyen nagy várakozás, ha jól kódoltam, amit mondtál, hogy itt azért valami változás lesz. Tehát, hogy hogy az ellenzék, tehát nekem az egyik szintén nagyon nagy csalódás, megdöbbenés volt, amikor április 4-én reggel az ellenzék rájött arra, hogy vidéken is élnek emberek, és hogy a vidéki embereknek mi a fontos, és akkor elkezdték szépen mondogatni azokat, amiket meg kellett volna csinálni, de 4 évig nem csináltak érte semmit. A Hatházi Ákos kivételével talán, meg még lehet, hogy most elnézést, hogyha nem jut eszembe még más politikus, de nem van. Nem mentek le az emberek, ez nem próbálták meg. Az emberek most akkor április 4-én reggel rájönnek arra, hogy akkor a vidéki embereknek, már bocsánat, a kis településen élőknek a béke kell, a nyugalom kell, a törődés kell, az, hogy meglegyen a családi pótlék, mit tudom, bármilyen kicsi, és nem is emelték már, vagy 30 éve, de hogy az ellenzék bűne is az, hogy tulajdonképpen most jelen pillanatban az ország állapota olyan, amilyen. Tehát most nem nagyon tudtok mondani nekem olyan ellenzéki politikust, vagy talán nagyon keveset, aki olyan... Hát például itt volt, most bocsánat, hogy csapongunk, de itt volt például a Matolcsinak a beszéde,
ami kapcsán az MSZP azt bírta kinyögni magából, hogy bepereli Matolcsi Györgyöt azért, mert hogy a forint árfolyam gyengült, most már egyébként megint ugye 400 az euró, de hát úristen, tehát szerintem ez nagyon jó, megmutatja tulajdonképpen az ellenzék helyzetét, állapotát, úgyhogy amíg ilyen ellenzék van, addig megmondom őszintén, hogy Orbán Viktornak eléggé szabad pályája van, hogy mit tegyen itt ebbe az országban. És ha már ellenzék, akkor az idei év egyik meglepő lépése volt, hogy a DK árnyék kormányt hozott létre. Ezt hogy értékelitek? Azt leszámítva, mert ezt tudjuk, vagyis hát, hogy az is egészen furcsa a történetben, hogy fél évvel a választások után hozták létre az árnyék kormányt, de hogy ez esetleg egy jó út lehet arra, hogy 4 év múlva más eredmények szülessenek a választásokon. Hát biztos nem így tél van, most kinézik ilyen borongós szürke idő, hát ilyenkor nap se süt, úgyhogy az árnyék se annyira látszik. Az én életemben mondjuk úgy megmúlt ez az elmúlt fél év, hogy ilyen nagyon sokat nem befolyásolta itt az árnyék kormány léte, vagy nem léte. Tehát, hogy ezzel azt akarom mondani, hogy én, aki azért az átlagosnál azt, hogy lényegesen többet foglalkozom itt mindenféle sajtófigyeléssel, meg igyekszem tájékozott lenni, meg napra kész, hát, hogy mondjam, nem hagyott maradandó nyomot bennem az, hogy mit csinál ez az árnyék kormány. Az elején volt egy, odafigyeltem, megnéztem a listát, hogy kiből áll, és aztán így szoktam kapni néha ilyen közleményeket az ügyben, ami semmiben sem különbözik egyébként egy átlagos DK-s vagy más pártól érkező sajtó, nem is közleménynek mondanám ezt, ezek ilyen rövid szösszenetek szoktak lenni, amiben éppen a másik oldalt lehordják valamilyen szinten. Tehát, hogy én ebben nem látom azt a fajta innovációt, ami bármilyen irányba is változtatna itt azon a megítélésen, amit az ellenzék összehozott magának az elmúlt 10-néhány évben. Úgyhogy hát nagyon az árnyékban maradt ez az árnyék kormány szerintem. Maga az árnyék kormány az szerintem is egy nagy durranás, viszont az szerintem egyértelműen kezd kirajzolódni, hogy volt egyfajta versengés az ellenzéki oldalon, tehát nagyon sokáig úgy tűnt, hogy úgy nyilván voltak ilyen pár százalékos különbségek, de nagyjából a Jobbik, a DK, és ahogy jött fel a Momentum, így volt három, azt lehet mondani, hogy nagyságrendileg hasonló erősségű párt az ellenzéki oldalon, akik ugyan végül megegyeztek, de szerintem aki egy picit figyelte, az látta, hogy ezek hárman úgysem fognak tudni együttműködni hosszabb távon, és akkor ebbe csapódott bele az, hogy gyakorlatilag a Mi Hazánk erősödésével a Jobbikot valamilyen szinten szétrobbantották, tehát a Jobbik már az én megítélésem szerint legalábbis egy marginális párt lehet, illetve a Momentum az pedig szintén nem túl erős, ráadásul az elmúlt időszakban folyamatosan lehetett olyanokat hallani, hogy Momentumos akár önkormányzati, akár más képviselők húznak a DK felé, igen, átlépnek, tehát hogy a DK, ha szabad ilyet mondani, ilyen Orbáni felszeltelős taktikával megpróbálja maga alá söpörni az ellenzéket, és minél nagyobbra hízni, hogy onnantól kezdve legalább az ellenzéki oldalon ő diktáljon, és hogyha a kormánnyal nem is tudják felvenni a versenyt, de hogy legyen egy erőtér, és ezt valamilyen szinten én logikusnak és jónak tartom a Gyurcsányék szemszögéből. Azt, hogy az országnak ebből milyen haszna lesz, vagy nem lesz haszna, azt meglátjuk majd az jövő zenéje most. Mondtad ezt tehát hogy a Jobbik, meg a DK, meg a Momentum ugye nagyjából egyforma erőviszonyokat képvisel, vagy erőt képvisel. Ugye az MZP-ig volt így. Tehát ugye amint az MZP-t kijelölték a miniszterelnök jelentek, onnantól kezdve megindult az nagyon-nagyon nagy kijelemetes. Az a 900 000 szavazó, aki elment az ellenzéki blokkból, az szinte kivétel nélkül a Jobbiktól ment át ugye a Mi Hazánkba. De visszatérve itt az árnyék kormányra, hát én ezt nem tartom egy jó gondolatnak. Ezt le is írtam már egy párszor, mert nem látom a funkcióját. Tehát ahogy az Andis is úgy utalt rá,
Ez egy önmagára. Ez egy marketing eszköz, amivel, tehát hogy beszéltetek arra, hogy Orbán mindig megpróbálja megkülönböztetni magát. Ez a Gyurcsányék is próbálják magukat megkülönböztetni a többi pártól. De ezzel nem lesz kettőből kettő, mit tudom én, nem rosszul mondtam, kettőből kettő, három marad. Tehát ezzel nem lesznek többen, hanem inkább ez megint azt mondom, hogy Orbán Viktornak a forgatókönyve és a szájéze szerint alakul, a Gyurcsányt kiemelni, a DK-t elkülöníteni, és ugye a Gyurcsány ellenes politikát sokkal jobban lehet így folytatni. Én nem látom a funkcióját, tehát mint amit mondtad, hogyha legalább megszólalnák, és olyan megszólalások lennének, ami tényleg előremutató, és nem ez a pocskondiázás. Tehát ugye az a baj, nekem az a bajom egyébként az egész elittel már több mint három évtizede, hogy itt Magyarországon a pártok egymást gyalázzák, de nagyon kevés olyan építő jellegű megszólalás van, hogy akkor jó, rossz, amit te csináltad, akkor én így csinálnám, meg úgy csinálnám. Na most a DK-ban, megmondom őszintén, ezt nem nagyon látom, hogy is Isten igazából itt a krém gyűlt volna össze. Másrészt meg az, hogy feláll egy DK-s egységkormány, vagy ellenzél, vagy árnyékkormány, úgyhogy csak DK-sok vannak benne, már az is egy üzenet természetesen, akkor igen, a Momentumtól én is hallom, hogy szivárognak el. Én jelen pillanatban 3,5 évvel, vagy lehet, hogy már csak 3 éve és 4 évvel a választások előtt, Isten igazából nem látom ennek a létjogosultságát. 2024 tavaszon majd egy érdekes lesz, amikor együtt lesz az európai parlamenti választás, meg az önkormányzati választás. Én most jelen pillanatban azt látom, hogy Budapesten valószínűleg az ellenzék, ha ma lenne a választás, akkor is nyerne, lehet, hogy szűken, de megnyerni, viszont vidéken borzasztó nagy fölénye, tehát lehet, hogy ezt 80%-kal nyerne, tehát semmivel nem kerültek közelebb, ez továbbra is Gyurcsány, én továbbra is sejtem, hogy amíg Gyurcsány Ferenc itt van az ellenzék soraiba, addig Isten igazából az ellenzéknek nem nagyon lesz itt esélye a győzelemre. És szerintem, bocs, még csak annyi, hogy szerintem az ellenzéknek a potenciáját szerintem jól mutatja azt, hogy a választások óta bármi, ami az Orbán kormánynak az ellenében történt ebbe az országba, egészségügyi megmozdulások, abszolút az oktatásban lévő megmozdulások, hatházi Ákos akciója, köztévé ügyében, mindegyiknél az volt végül is a közös, hogy kínosan ügyeltek arra, hogy semmi köze ne legyen hozzá politikai pártoknak. Tehát, hogy kifejezetten igyekeztek eltolni maguk. Ezek voltak azok az ügyek szerintem, amik látszottak akár a nem csak, tehát a kevésbé tájékozott, leginkább mondjuk a közmédiát figyelő választópolgárok számára is. Ezek az ügyeknek sikerült valahogy kimozdulni onnan, hogy egy parlamenti interpelláció vagy felszólalás legyen, aztán utána ugye felejtjük, ahogy van. Valami tényleg látványos dolgot tudtak csinálni annak érdekében, hogy az ő ügyükre felhívják a figyelmet, hogy megpróbáljanak valami eredményt elérni. Más kérdés, hogy ez most sikerült vagy nem, de hogy valamit a saját eszközeikkel megpróbáltak, és itt általában jelszó az volt, hogy de innen aztán egy politikus se jön, aki a saját zászlójával nyilván ellenzékével szóba, hát nehéz elképzelni, hogy tanártüntetésen valaki a valamelyik területi Fidesz táblájával vonuljon föl, és ez szerintem jól jelzi azt, hogy amikor igazából valamit szerettek volna elérni, valaki kiálltak a saját ügyük ellen, és akár Magyarországon szokatlan méretű létszámú tömeget is sikerült emelni odaállítani, ott nem kívánatosak voltak az ellenzéki pártok, pedig abszolút a kormány, illetve a kormány politikája ellen történtek ezek az események, és szerintem egy kicsit ez így jelzi azt, hogy itt nagyon nincs ellenben ebből a szempontból. Ha megnézed az ellenzék súlytalanságát, valamilyen szinten vicces, hogy 18 éves gyerekek nagyobb tömeget tudtak megmozgatni, mint az elmúlt, nem tudom, 5-6-8 évben az ellenzéki pártok. Tehát, hogy akik majd lábbal fognak szavazni 26-ban, mert addig nem lesz semmi, akkor ezek az ellenzéki gyerekek, ezek nem itt fognak egyetemre járni, el fogják hagyni az országot, és itt figyelj, nem azt mondom, hogy ők generálnak változást, csak jelzésértékű az, hogy mennyire alkalmatlan, súlytalan a mostani ellenzék, mert olyan ügyekben, ahol egyébként én azt gondolom, hogy még egy csomó kormánypárti szavazó is egyetért azzal, hogy az egészségügyben nem jó irányba mennek a dolgok, az oktatásban nem jó irányba mennek a dolgok. Tehát olyan, ami
lehetne azt mondani, egy konszenzusos probléma, olyanban sem tudnak eredményeket elérni, felmutatni, hanem civil szervezetek sokkal nagyobb tömegeket meg tudnak, vagy tényleg az első ilyen oktatási tüntetésben, ahol gimnazista srácok voltak a főszervezők, sokkal-sokkal több embert meg tudtak szólítani, mozdítani, mint az ellenzéki pártok. Úgyhogy én is azt gondolom egyébként, hogy ez az ellenzék ez nem fogja leváltani Orbán Viktor, és majd, hogyha egyszer valami csoda folytán kiemelkedik egy új generáció, új fiatalok, akik azt mondják, hogy nem mennek el ebből az országban, hanem itt szeretnének Vázárt generálni, akkor talán, ahogy annak idején 80-as években is egy idő után iszonyatos tiki volt, akár Kádár, akár a pártársai, lehet, hogy lesz valami változás, de addig én sem várok politikai fordulatot. Erre utaltam, tehát, hogy ezekben a srácokban, a fiatalokban most még megvan a lendület, de a 26-ban azt látják, hogy mindig leuralja őket a régi establishment az ellenzéknél is, akkor mire? Tehát most én is egyetértek veled, hogy erre kéne valahogy fölfűzni, de visszatérve, amit az előbb mondtam, hogy én mindig nem látom, hogy mennének le az országba kampányolni. Én nem tudom, lehet, hogy... Tehát, Budapestről nem lehet megnyerni a választást. Tehát itt megint mennek a harcok. Gyurcsány szerintem sértődésben meg akarja mutatni, akik ugye ellene szavaztak, és a Márki-Zajt megtették miniszterelnök jelöltnek, hogy ha ő lett volna, illetve ha a Dobrev Károly lett volna a miniszterelnök, akkor nyertek volna, pedig jól tudjuk, hogy nem nyertek volna, vagy legalábbis sejtjük, hogy nem nyertek volna. Tehát le kell menni, politizálni. Egy politikusnak ez olyan, mintha mi most nem cikket írnánk, hanem elkezdenünk arról beszélni, hogy milyen jó cikkeket tudunk írni, és bebizonyítanánk, hogy mi aztán olyan jók, hogy nyolcszorosát tudnánk növelni a nézettséget, de nem írjuk meg a cikkeket. Nekik is szerintem ezt kéne csinálni, le kell menni politizálni. Ezt nem tudjuk akkor most. Akkor az eddigieket összegezve, Orbán Viktor idén, nem tudom már melyik beszédében azt mondta, hogy 2030-ig tervez, sőt 2030 utánra is tervez. 60-ig azt mondta. 60-ig most már. Akkor mi is, nem mi, hanem a társadalom is tervezhet 2030-ig, 40-ig tartó Fidesz uralommal? 30-ig biztos, szerintem. De én azt mondom, hogy annyira kiszámíthatatlan nevel. Tehát nem azért, mert a magyar ellenzék, ahogy az előbb kifejtettem, olyan potens lenne, hanem egyszerűen külső körülmények olyan, most idén olyan változásokat villantottak meg, hogyha ha ilyen kiszámíthatatlan, vagy legalábbis a kormány által félre nézett változások lesznek, akkor én azt gondolom, hogy bármi elképzelhető, mert még az is lehet, hogyha totálisan rossz, mert azért Orbán Viktor egy személyi vezető, tehát hogy nyilván vannak miniszterei, meg államigazgatás, de amikor döntést kell hozni, még akkor is, hogyha ő ezekre azt mondja, hogy nőügyekkel nem foglalkozok, meg üzletügyekkel, meg hasonló, a fontos döntéseket ő hozza meg, a többiek meg valahogy megpróbálják ezt utána továbbítani, meg lebontani feladatokra. Tehát, hogyha folyamatosan benézi az Orbán a dolgokat, akkor még azt is el tudom képzelni, hogy valami palotaforradalom lesz előbb-utóbb. Nyilván ez nem most fenyeget, de hogyha nem tudom, összeomlik Oroszország, megbukik Putyin, ki tudja, mi történik, el tudok képzelni olyan extrém forgatókönyvet, hogy gyakorlatilag belülről bukik meg, nem azért, mert az ellenzék megbuktatja. Akkor van olyan forgatókönyv a világban, ami eredményezni azt, hogy a magyar kormány kommunikációs stratégiája nem tud megbírkozni vele. Már nekem most ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy oké, rendben, nem kapjuk meg az EU-s pénzeket mondjuk, vagy majd 3 év múlva, amikor már nagyon késő lesz. Azt látjuk, el tudja adni, hogy Brüsszel, el tudja adni azt, hogy szankciós infláció van, háborús infláció, mindent el tud adni a kommunikáció, vagy a kommunikációval. De akkor van olyan eset, ami hatástalan, vagy ahol már hatástalan lenne. Én nem azt mondom, hogy ennek nagy valószínűsége, de van olyan, igen. Szerintem nem is lehet, hogy simán lehet, hogy 2030-ig tervezhetünk úgy, hogy Orbán kormány van. De szerintem nem is az a kérdés, hogy most Orbán Viktor fogja vezetni a kormányt. Az a kérdés, hogy akárki is vezeti a kormányt, megvan-e egy olyan jellegű kontroll, ami
nem teszi azt lehetővé, lehet bármekkora géniusz az országnak a vezetője, aki egyébként valóban hajlamos arra, hogy egy személyben minden ügyen, egészen komoly ügyekig, hogy most éppen kivel tartunk egy háborús helyzetben, addig, hogy az óvodában milyen színűre fessék a falat, mert az embernek az a benyomása, hogy ez itt mind Magyarországon egy személynek a fejében dől el. Hogyha van valamilyen kontroll e fölött, vagy ez emellett, akkor ez működhet jól akkor is, hogy Orbán Viktornak hívják ezt a szemét. Most úgy tűnik most már régóta, hogy parlamentáris keretek között nincsen meg egyébként ez a kontroll. Hát ugye egyébként a választási eredmény sem nagyon tenni ezt lehetővé, itt nem tudom hányadik kétharmad után, de a folyamatosan fennálló egyik vészhelyzetből a másikba eszünk, és a rendeleti kormányzás, most már költségvetés is rendeleti úton lesz elfogadva. Tehát innentől kezdve aztán pláne nem igazán látom, hogy bármilyen funkciója, súlya vagy szerepe lenne ugye a magyar parlamentnek. Volt néhány vadhajtás, amikor parlamenti országgyűlési képviselők a jogosítványaikat felhasználva megpróbáltak ellenőrizni különböző állami hivatalokat, most már azt is sikerült ugye megnyilvánulni, hogy a hatházi Ákosnak most már sokkal nehezebb ez ügyben eljárni egy-két friss módosításnak köszönhetően. Szóval ha a társadalom részéről valamiféle kontroll ezen, vagy valamilyen felügyelet, vagy valamilyen nyomásgyakorlás sikerül kialakítania, amikor olyan ügyeket, amik abban az egy fejben úgy dőltek el, hogy egyébként úgy látják az igazi érintettjei ennek az ügynek, hogy ez így nem frankó, nem számíthatnak arra, hogy az ő ország, területi országgyűlési képviselőjük fogja ezt majd elrendezni helyettük, vagy hogy az ellenzéki párt bármilyen programból, bármilyen darabot meg fog tudni valósítani, hanem hogyha az oktatásban végképp azt mondják, hogy jó, akkor ez így nem fog menni, és ez egy egyre erősödő tiltakozási hullám, akárhogy veszük, hogyha tényleg senki nem megy be tanítani egyik napról a másikra, ami ez egy elég drasztikus valami, és azt mondják, hogy ez egy hónapig így lesz most is pont, akkor ez egy olyan fajta nyomásgyakorlás, amit nem lehet börtönbe zárni az összes tanárt, vagy az összes diákot. Azért ennél a példánál maradnék az oktatásnál, mert itt láttunk tényleg olyat, amikor valami érdemben történik a kormány akaratával szemben, amit nem lehet csak úgy lesöpörni az asztalról. Hogyha ez még tovább erősödik, és adott esetben más területen is történnek olyan elszabott intézkedések, amik valamilyen érdekcsoportot bántanak, és az ő akár üzleti tevékenységüket, megélhetésüket, bármilyen, vagy akár csak a gondolkodás mondjukat nagyon zavarják. És ezek a csoportok fel tudnak ez ügyben lépni hatékonyan, és tudnak azon a kormányzati menetrenden bármit változtatni, akkor egyébként majdnem mindegy lesz, hogy akkor most 2030-ig Orbán Viktor a miniszterelnök, hogyha az oktatásban elérik azt, hogy az oktatás az olyan irányt vegyen, amit az oktatásban dolgozók és évtizedek óta dolgozók jónak tartanak, akkor azt tud előrevinni. De ez ugyanez igaz lehet a mezőgazdaságban, ugyanez igaz lehet a napelem tulajdonosokra. Nyilván az egész akkor tudna kulminálódni, hogyha ez a sok csoport, akinek sérelmei keletkeznek mondjuk itt, mert azt gondoljuk, hogy mondjuk több dologban is benézi Orbán Viktor ezt a dolgot, és mondjuk a gazdaság is elkezd annyira rosszul teljesíteni, bár nehéz ezt 50% fölötti élelmiszer inflációnál azt mondani, hogy ez még bárki e fölött el tud siklani, de mindegy, valamiért tegyük fel, hogy még mindig, de hogyha ez itt túlcsordul, akkor lehet itt egy valamilyen olyan hangulat, ami akár nagy Isten előrehozott választásokat ki tudna kényszeríteni, vagy egy ezt megelőzendő palotaforradalom, amit Karcsi említett. Tehát, hogy ezt én el tudom képzelni, de ez anélkül majdnem mindegy lesz, hogy most ez 2030-ról, 40-ről vagy 50-ről beszélünk, amíg nincs meg ez a fajta kontroll, vagy ez a fajta ellenállás, vagy a kormány politikájának az érdemi megváltoztatására ható folyamat, amit én korábban elmondottak miatt csak a társadalmi csoportok részéről tudok elképzelni. Úgyhogy ezt gondolom, hogyha jövőre nézést, így kulcs kérdésnek, hogy ebből lesz. Az oktatás, az egészség az inkább egy ilyen társadalmi kérdés. Láttok olyan gazdasági folyamatokat, mert például az infláció szerintem nagyon sok embernek nagyon odavágott, hiszen mondjuk talán a minimálbéresek sem fognak reálbér, tehát hogy nekik sem nőtt idén a reálbérük, de az összes többi embernek biztos, hogy csökkent a reálbére. És akkor lehet olyanokat hallani, hogy jövő év elején egy csomó cég fel fogja függeszteni a működését, mert az idei évet még valahogy kibekkelték, de januártól a tovább emelkedő energiárakat már nem fogják fizetni, elindulhat egy magasabb munkanélküliség, ez párosul egy tovább gyorsuló inflációval, lehetnek olyan gazdasági folyamatok, amik esetleg komolyabb társadalmi elégedetlenséget váltanak ki, és ami politikai szintéren is kumulálódik?
Szerintem lehetnek egyébként, sőt, tehát mindez, amit elmondtál, ez logikus következménye lenne annak, tehát hogy logikusan meg kéne egy ágy azonnal milyen elégedetlenségnek, csak ugye az a baj visszatérve, hogy amíg a kommunikációban az ellenzék a megyébe sincs, és most szó szerint mondom, tehát tényleg nincs a megyébe, tehát most visszatérlek a veszőparipámhoz, addig a kormány tényleg azt sem mit akar. Tehát ez a zseniális kommunikáció, el lehet adni még azt is, hogy 27%-os infláció és 58%-os élelmiszerinfláció, majd lesz jobb is. Látod annak idején, gyakorlatilag már felnőtt volt a rendszerváltáskor, tehát ott sem voltak olyan országos hálózattal rendelkező pártok, hanem voltak ilyen pártocskák itt Budapesten. Na de mi kellett ahhoz, Béla? Hát nyilván megbukjon Brezsnyev, Csernyenko és Andropov. Tehát, hogyha most visszacsatolva a Putyin. Akár politikai oldalról szerinted lehet olyan, hogy olyan társadalmi feszültség vagy robbanásszerű helyzet van, amikor gyakorlatilag tök mindenki van ellenzék, a nép elégedetlensége kvázi elsodorja a kormány. Erre mondtam, hogy nagyon szépen lefestette, tehát hogyha munkanélküliség lesz, száguldó infláció lesz, egyszerűen azt látják az emberek, hogy amit megtud, nem lesznek, áruhiány is lesz, mert miért ne lenne. Ha ezek, akkor ezekből kialakulhat, csak mondom, visszatérve már, nem is tudom, melyikötök mondta, azt hiszem, te mondtad a Putyint, igen, tehát amíg Putyin van, és amíg ez a hátszél megvan, addig szerintem itt nem nagyon lesz mozgás. Utána, meg még akkor is kétségeim vannak, hogy Orbán Viktor tudja, hogyha elveszíti a Putyin, mert a Putyin népnél is úgy lesz, hogy valószínűleg ott is valami erős ember fog beugrani, most még nem tudjuk, hogy kicsoda, de annak idején Putyinról sem nagyon tudtuk, hogy ő ilyen lesz. De ha nem lesz, akkor lehet, hogy 3 perc alatt át tudja alakítani a kommunikációját, elmegy Brüsszelbe, elmegy a lengyelekhez, akik már eddig is ugye barátok, csehek, szlovák, mindenkivel összebarizik, és tök jó lesz. Tehát, hogy itt inkább belülről kéne rendbe tenni a színát, tehát, hogy az emberek gondolkodjanak, gondolják végig, és ez sajnos, ehhez a kommunikációt kell javítani. És jövőre valóban borzasztó szerintem, hogyha most elmennénk utcaemberézni, nem ide Budapestre, hanem mondjuk tényleg kisfalvakba, és megkérdeznénk, hogy mennyire nagyon rossz az egész helyzet, meglepődnénk szerintem, hogy milyen válaszokat kapnánk, hogy mi sokkal rosszabbul látjuk a helyzetet, és nem azért, mert mit tudom én, végeztünk egy közgáz vagy valamit, hanem egyszerűen mi más információkból dolgozunk, mint ők. Tehát én szerintem mindenféleképpen lehet, azt nem tudom megmondani, hogy 2030-ig vagy 60-ig, én egyébként 2 év hiány egy idős vagyok az Orbán Viktorral, tehát azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy együtt fogunk majd menetelni a végéig, mármint hogy teljesen más sávokba, de hogy mondom, hogy itt az a baj, hogy a mi feladatunk, én azért lettem annak idején újságíró, mert hogy edukálni szeretném, és rá akarok mutatni, hogy milyen problémák vannak, elmondani, a valós helyzetről írni. Egy politikusnak szerintem meg az a feladata szintén, hogyha lát valami rosszat, akkor visítson, sivítson, csináljon valamit. Szerintem már így elég sokat beszéltünk a jövőről is, az idei évet is, hát nem mondom, hogy kiveséztük, de azért felfelemelegettünk történéseket. Szerintem ráfordulnék ilyen gyors, rövid kérdésekre a következő évet illetően. Röviden, nagyjából ez ilyen tippelős játék lesz. Az első kérdés... Ja, igen, tehát a házi tippjáték nyertese. A 117. percben, igen, megnyertem. Na, ha már felhoztad a focit, akkor kezdjünk egy focis kérdéssel. Meddig jut idén jövőre a Fradi az Európa Ligában? Várjál, bocsánat, most a 16-ban már benne van? Igen, 8-od döntő. Én optimista vagyok, egy kört még fog menni. Egyet sem. Én abszolút, tegnap óta boldog tulajdonosa vagyok a B középbe szóló ennek a március 16-i visszavágóra. A tippelni kell, akkor szerintem a Barcelona lesz az ellenfél, ugye ehhez az kell, hogy a Manchester United-et megverjék, mert hát ezeknek egy kisebb csapatoknak még van egy ilyen előselejtezője, hogy tényleg bejuthassanak a 8-at döntőbe, és akkor közülük sorsolnak majd ellenfelet, valamiért azt állítanak, hogy a Barcelona lesz. Én azt gondolom, hogy egyet még biztosan megy a Fradi, de hát a Puskásba lesz a döntő is, úgyhogy én azt
Azt hittem, hogy már oda is foly egyet. Oda még nincsen, azt még nem kezdték el árulni. A végig középen. Már még hazavárjátok ugye a felé. Igen, abszolút. Tehát, hogy gyakorlatilag úgy készülök, hogy akkor megint ott leszünk. Hát nagyon bízom ebben. Én is egyébként egy kört tippálnék. Milyen lesz az euró, vagy a forint árfolyam az euróhoz képest? Na, hát ezt minden nap megkérdezik tőlem a szomszédok, de hát egyszerűen... Hát akkor ideje, hogy egyszer házon belül is feltegyük egymásnak ezt a kérdést. 3,90. Jövő ilyenkor? Mondjuk jövő ilyenkor. Hát komoly varga betűk lesznek szerintem, tehát így 3,80 és 4,30 között szerintem még látjuk az árfolyamat, de mondjuk jövő ilyenkor is ilyen 400 körül. Igen, az elemzők mindig jelent ezt a 384-30 egy ilyen sávot szoktak megjelenni, abban nem lehet nagy hiba, ha mégis sokkal meg úgyis mindenki. Ez tavaly az, aki egy 10%-os sávot adott meg, az nem benézte, hanem az jóval többet hozott. Én, hogyha szűkében kell van, akkor 400-410 között gondolom, tehát nagyjából így e körüli szinten elképzelhetőek valóban ilyen mozgások. Én azt gondolom, hogy inkább lesznek majd pozitív hírek, de azoknak mind a nemzetközi alakulásban lévő pozitív hírek erősítik majd a forintot, hát ha valamilyen csillapszik a háború például, vagy a gázár, ugye, ami a forint árfolyamnak az egyik fontos befolyásolója, az is mondjuk kedvezően alakul, és a hazai folyamatok pedig a gyengítő irányba fognak majd szerintem hatni, és akkor egy összességében ez a mostani szint körül, tehát 400-410 körül gondolnám az eurót, ha tippel nem kéne. Én 405 környékét satszolnék. Mi lesz a teteje az árfolyamnak? 445. Március 18-án, délután 2. Akkor mész nyaralni, vagy akkor szokott. Tehát, amikor te külföldre mész, akkor általában beszakad a forint. Igen, a hallgatók nem tudják, de kétszer volt ilyen nagyon nagy mélypontja a forintnak, mind a kétszer külföldön voltam, és szabadságon, úgyhogy most már sortolni kell, akkor, amikor én elmegyek, majd közöljük az összes felületeinken, hogy ez mikor történik meg. Én maradok ennél a 4.30, lehet, hogy 4.32 mondjuk, de hogy nem lesz új történelmi mélypont. Hát amíg a tartalék kitart, addig szerintem is ezt a 4.30 környékénél nem akarják majd, hogy feljebb látni ezt az árfolyamot. Tehát úgyhogy én infláció mellett az aztán már tényleg egy azt hiszem, hogy végső csapás lenne egy 450 környék euró árfolyam még pluszba, úgyhogy akkor minden borulna a költségvetés, borulna a miniszterelnök úr elvárása az egyszárnyegyű évvégi inflációról, úgyhogy én szerintem azt minden eszközzel megpróbálnak megálltani, úgyhogy ez a 430 környéki csúcsot gondolnám. Te? Csatlakozom, igen, 430. Nem... Én nem hiszem, hogy ne lenne új történelmi csúcs, de mondjuk a 451 sem. Azt mondtam, nem nagyon merésznek gondolom, bárki tudja, tehát, hogy előfordulhat. Főleg akkor, hogyha mondjuk az uniós pénzekkel lesz valami probléma még a következő évben, mert hát ugye az oké, hogy most aláírják a megállapodást, viszont ahhoz, hogy ténylegesen jöjjenek azok a felfüggesztett pénzek, ahhoz a kormánynak teljesítenie kell. Tehát 27 mérföld. 27 pontot, igen. Ahány tagország van az Európai Unióban? Mindenki adott egy kérlek. Úgyhogy jönnek a pénzek majd, uniós pénzek Magyarországra. Hát. Tehát ergo, arra vagyok kíváncsi, hogy szerintetek az eredeti menetrend, amely a kormány szerint ilyen április-május környékén már jöhetnek pénzek, mert hogy addigra mindent teljesíteni fognak, fognak-e jönni ilyenkor pénzek, vagy lesz csúszás, és mondjuk ősszel fognak megérkezni. Most én leszek az utolsó a körben, most onnan kezdjük. Én szerintem annyira erős lesz a gazdasági kényszer, hogy tovább, tehát ha más nem, akkor további hátralépéseket kell tenni a kormánynak. Tehát én azt gondolom, hogy igen, tavasszal, tehát nincsen olyan opció, hogy ne jöjjenek. Tehát szerintem nincsen annyi mozgástér már be, hogy ne jöjjenek, és azért mindent meg is fognak tenni körülbelül, ami hát a legkisebb az. Lehet, hogy sokba fog nekünk ez kerülni, ami a kommunikáció csatornák felpörget. Lehet, hogy lesz itt még plakátkampány néhány, hogy el kell majd magyarázni, hogy ez miért is jó és miért győzelem. Arra lehet, hogy majd elköltünk pár milliárdot, de ezeket szerintem egyszerűen nincsen már arra opció, az már nem reális lehetőség szerintem, hogy ne jöjjenek az uniós pénzek a lehető legnagyobb összegben, és nem veszíthetünk szerintem ebből semmit. Úgyhogy szerintem igen, jönnek, és tavaszra ezt fogják hozni. Szerintem is nagyon fontos, hogy jöjjenek, tehát hogy nem engedheti meg a kormány azt, hogy elengedjen ekkora összeget, de mivel 2024-ig
kvázi nyugalomban van, mert azért az uniós pénzeknek egy nagy része azért nem érintett felfüggesztéssel, tehát onnan tudnak jönni pénzek. Szerintem lesz csúszás a dologban, és nem áprilisban fognak megérkezni. Önmagában az, hogy most 4 milliárd dolláros kvázi keretet jelölt ki az NKK, hogy ennyi devizaitelt fel fogunk rövid távon venni, azt szerintem önmagában azt jelzi, hogy az első 4 évre a kormány nem számol ezekkel a pénzekkel. Én azt gondolom, hogy valamikor talán nyáron így elkezd csörgedezni. Jönnek a guruló dollárok? Igen. A dollár baloldal, igen. A Béla, jó, hogy én maradtam végre, pont hogy ezt akartam mondani, a Béla. Én is az AKK-ból akartam levezetni. Szerintem is olyan nyár környékén, de figyeljétek meg, hogy lesz még egy-két csavar. Tehát lesz még itt még... Tehát én szerintem a kormány majd még megpróbál majd valamit még teret nyerni, nyesegetni, de jó, nagyon optimistán. Én ezzel kapcsolatban nekem egy olyan elképzelésem van, hogy valami díl lesz, hogy így azt mondja az Európai Unió, hogy oké, húzunk valamikor 2022, nem tudom, december 31-en egy vonalat, hogy amit előtte csináltatok, a fölött majd valahogy így elnézünk, és akkor onnantól kezdve viszont nagyon szigorú elnyebenye lesz, hogyha megszegítek a dolgokat. És akkor ebbe szerintem valamilyen szinten a kormány is bele fog menni, vagy bele fog nyugodni. Rá is forgatok, hogy bár akkor tényleg a Brüsszelnek is ennyire kéne, nem hogy eddig csináltam. Jó, nem, de 30 év, vagy 20 szerintem éve. Értitek, hogy igen. Jó. Mi lesz az inflációnak a teteje? Hát figyeljetek, én bízom pártunk és kormányunk Magyar Nemzeti Bankjában, tehát 27% januárban. Én is 27-et akartam mondani, de én akkor 27 felett mondom. Én viszont azt mondom, én hármassal kezdődött el tudok még képzelni. Ebben én fölnyomjátok az érintőszeregben. Igen, az árkosárral. Igen, hát mi ezt nem tudjuk irányítani. Hát ha tudnánk, akkor már azért egy fokkal jobb lenne a helyzet. De hogy én azt gondolom, hogy úgy, ahogy a korábbiakban sem sikert, tehát hogy voltak ezek a megnyugtatóbbnak szánt előrejelzések időnként, mint ahogy önmagában az is az, hogy most már nem tudom, hányadszor hallottuk ma is azt, hogy megfeleződik az infláció. Én, bár az most már nem jelent egy számjegyűt ugye, a jövő év végére. Tehát én szerintem annyira kicsúszott az irányítás a kézből, és annyira tehát hogy annyira a ellentétes hatásúak az infláció ellenbe vetett egyébként is csekély intézkedések, hogy én szerintem ezzel fog szaladni. Tehát én szerintem lesz hármassal kezdődő, tehát fog még égni jobban a ház sajnos. Megemeljük az ársapkánkat. Én is hármassal kezdődött látok, milyen a 31-32. De ha már szóba kerültek az ársapkák, arra is van egy kérdésem, meddig maradnak velünk? Hát húsvétig tuti, mert ugye azt tudjuk, ez április 30. Én szerintem, amíg háború van, addig az élelmiszer ársapkát nem fogják elengedni. Tehát addig farhátolunk, meg tojás, meg krumpli, meg amíg van tojás, meg krumpli. Én szerintem ezt meg fog hosszabbodni. Csak reménykedem abban, hogy az üzemanyag ársapkát már soha az életben nem fogjuk fölvenni a fejünkre, és nem lesznek. És én szerintem még lehet, hogy az élelmiszer árak körét is fogják majd módosítgatni, és nem csökkenteni, hanem növelni. De szerintem lesznek még, tehát lesz itt még hosszabbítás. Jó, mert aztán... Én azt gondolom egyébként, hogy gyakorlatilag, ha megnézzük azt, hogy a legnagyobb diszkontáncok azt mondják, hogy egy kiló cukrot, meg három darab tojást, meg fél liter, nem tudom mit vehetsz, akkor lassan ez egy ilyen szimbolikus dolog, hogy van ársapka, mert amikor mondjuk egy négy vagy több tagú család bemegy egy boltba, akkor nem fél liter tejet fog venni, hanem akkor egy kicsit többet, és akkor lehet, hogy az egy egység az olcsó, a másik következő liter tej meg már kétszer annyi, vagy háromszor annyi. Úgyhogy én szerintem így gyakorlatilag, hogyha ez lesz, hogy a boltok bekorlátozzák a vásárolható mennyiséget, akkor végtelenségig fenntartható az ársapka, mert nem lesz, vagy annyira minimális lesz a gyakorlati jelentősége, hogy nem fog fölrobbanni az egész.
Igen, szerintem is addig, amíg a helyettesítő termékek, amit ugye az üzemanyagban nem lehetett megcsinálni, az élelmiszerűen a helyettesítő termékeken keresztül kényelmesen lehet érvényesíteni ezeket az áremelkedéseket. Ugye hát kit érdekel, hogy a 2,8-as termennyibe kerül, nem lehet kapni, és akkor a többit az pedig piaci áron vásároljuk, úgyhogy szerintem is az alkotmányban lehet írni, hogy a apa férfi, az anya nő, a csirke mellfilé 1499 forint. Ne adják tippeket! Gyakorlatilag ez volt. Holnap reggelre már ki is jön a közben. Nyugodtan lehet ez, mert hogy ez az az intézkedés, ami egy semmennyire sem fáj a költségvetésnek, amíg a kormány nem fogadja. Vagy ha el is fogadja azt, amit egyébként a jegybank most már súlykol, hogy ezek az ástopok inkább ellentétes hatásúak, most egy 2-3% pontos plusz infláció elfér a 27 ebben. Például az utolsónál a krumplitojásnál már a maga Gulyás Gergely is azt mondta, hogy ez az inflációra érdemben nem fog hatni, mert minimális az inflációs hatása. Úgyhogy szerintem ezzel, hogy amit te is mondasz, hogy nem lehet azt a terméket kapni, úgyhogy innentől kezdve az inflációs hatása is marginalizálódik az egész. Igen, meg azért ott a berögzített árak is mások voltak már, tehát nem a tavaly októberi ára rögzítették a tojást, meg a krumplit se, tehát hogy most a berögzített tojás is 1129 forint, mondjuk 10 darab, tehát hogy azt még egy kicsit könnyebben el lehet lavírozni, úgyhogy én szerintem ez alkalmazkodott hozzá teljesen itt az ellátási lánc is, meg az emberek, és porcukorból is van, ha jól lehet beiglit sütni, vagy nem tudom, úgyhogy akkor is a kétszer annyiba kerül, mint a kristálycukor, úgyhogy ez szerintem, amíg világ velünk marad, de legalábbis tényleg a háború végéig. Hát mivel azért csak gazdasági újságírók vagyunk, a hátteret ezt én is hasonlóan gondolom, viszont akkor én ilyen optimistán becslést adott, egy hosszabbítás biztos, hogy lesz. Tehát június 30-ig mondjuk biztos, hogy maradnak velünk az ásapkák. Aztán 11-es rúgások, igen. Lesz-e tűzszünet vagy béke az ukrán háborúban? Lesz, vagy hogy mikor? Lesz a magyar euró, lesz. Szerintem ja, nem ugye, hát jövőre nyilván. Szerintem itt ahogy mondtuk, hogy magyar kormánynak egy lehet, hogy jövőre lesz egy iszonyatos kommunikációs feladata, amikor elmagyarázza, hogy amit eddig csinált, az pont a 180 fokos, vagy ahhoz képest egy 180 fokos fordulat jön. Én azt gondolom, hogy azok a nyugati fegyverek, amiket folyamatosan kapnak az ukránok, illetve az a kiképzett, nagyon magas fokon kiképzett ukrán állomány, amelyik folyamatosan megy a frontra, az területileg visszafog egy csomó területet vissza fog szerezni, és szerintem Putyin valahol megpróbál egy vonalat húzni, hogy azért a február 24-i határ előtt még megállítsák az ukránokat, úgyhogy én azt gondolom, hogy valami minimális nyerességgel megpróbálják ezt megállítani majd az oroszok, és szerintem, hogyha itt komolyan fölmerül részükről, akkor el tudom képzelni azt, hogy az amerikaiak meg az Európai Unió is azt mondja az ukránoknak, hogy jó, hogy kicsit buktatok, de menjetek bele ebbe, és akkor nektek is jó lesz. Szerintem gazdasági szempontból, onnan kezdem, amit megint a Béla előttem elmondott, de hogyha Litván Dániel kollégánknak olvassuk a cikkét, már pedig mindenkinek melegen ajánlom, akkor én is azt olvasom, akik hiába vagyok katona gyerek, de mármint az édesapám az volt, de azért nagyon sok újat tudok olvasni, hogy a fegyverkezésben óriási különbségek vannak, és az, hogy az oroszoknak azért fogy az aranytartalékuk, és kevésbé tudják finanszírozni a háborút, és mert rossz hírem van, innen üzenem a kormánynak, azért a szankciók egy picit mégiscsak működnek. Tehát én is azt gondolom, hogy Putyin már most elkezdett azon gondolkozni, hogy kommunikációval hogyan fogja tudni azt eladni, hogy elvesztették a háborút, vagy legalábbis annak a környékén, de mégis valahogy ők ebből, ahogy a Béla mondta, valamilyen pozitívummal, vagy valahogyan kijönnek. Tehát én optimista vagyok, egy év múlva ilyenkor már nem lesz háború. Hát,
Ugye itt is az a baj, hogy itt is egy ember fejében íródik a forgatókönyv. Hát, abban az ember fejében. Nem csak gondolatok lesznek, hanem, hogy valaki oda lép mögé, és a nyújtja megküld valamit. Annyit leírtunk már annak a fejéről. Ennek a valószínűségét viszont nagyon nehéz innen megbecsülni, hát azért nagyobb be van biztosítva egyelőre, nem ez az ember az, aki ki szokott esni a különböző ablakokon. De ott azért elég veszélyesek a lépcsők is, most nem tudjuk, hogy nem csak az ablakok, tehát bármi történt abban az országban. Igen, szóval, hogy mivel ez egy embernek a fejében dől el minden, ezért ez nagyon nehéz szerintem megjósolni, plusz a másik nehézség az, hogy most az elején is nehéz volt, de most aztán pláne szinte lehetetlen azt megállapítani, hogy hol van a célfüggvény. Tehát, hogy mi lenne az az elérendő cél, aminél azt lehetne mondani, hogy ezt a háborút megnyertük. Ugye hát Kijevnél indítottak ugye a háború első napjaiban az orosz elők, most már ugye a Donbass környéki területeken folyik a harc, hogy itt most azt lehetne mondani, hogy megnyertük a háborút, hogyha mondjuk a háború kitörése előtti kvázi de facto állapot, hogy Oroszország kommunépszavazásokkal elcsatolt területeket magához, és akkor azt megtartotta, de legalább még nem volt olyan háború, ami mondjuk ennyire eszkalálódott volna, hogy ez győzelemnek minősíthető, de azt sem tudom, hogy egyáltalán elérhető-e ez. Azt nem tudom. Minden olyan eset, az egész háborúból nekem az egyik legkeményebb időszak az volt, amikor Lengyelország területére rakéták csapódtak be, és akkor volt néhány óra, amikor az nagyon necces volt szerintem. Tehát én arra emlékszem vissza a legrosszabbul, mert hogy ott nem lehetett tudni, hogy ezek most milyen rakéták voltak, mégiscsak egy NATO országnak a területére, hogy ott láttam a legnagyobb esélyét annak, hogy itt adott esetben ez a dolog, ez tényleg... Meglepett, hogy milyen higgadtan kezelték egy világháború, és senki nem ment el odáig, hogy akkor most. Igen, és aztán néhány óra múlva kiderült, hogy ezek ukrán lakéták voltak, és hogy hát ezért nem szerencsés, hogyha valakinek a szomszédjába háború zajlik, mert sajnos ilyen dolgok megtörténhetnek, de hogy az ott egy veszélyes helyzet volt, ami nagyon-nagyon remélem, hogy nem fog egyébként előfordulni, viszont amiatt, hogy ennyire nem látszik semmiféle elérhető közelségben egy olyan cél, amit mondjuk el tudnának érni az oroszok egy év alatt, és azt mondhatnák, hogy oké, nyertünk. Ezért én szerintem valami mostanihoz hasonló helyzet, amíg egészen a végig a jövő évben fel fog állni, és berendezkedhetünk valahol erre. A nyugat szerintem tovább fogja támogatni Ukrajnát ebben a küzdelmében, és az én szerintem jövőre még ugyanígy, ugyanekkor, ha itt ülünk, akkor én azt hiszem, hogy még ez a háború, ez ugyanúgy velük lesz, én inkább ezt gondolom. Rosszabb ne legyen, annak szurkoljunk. Én is bízom abban, hogy lesz valamilyen féle tűzszünet, vagy ha nem is tűzszünet, de akkor valamilyen szinten elkezdünk afelé mozdulni. Nem biztos, hogy túl sok pozitív dologról beszéltünk. Ez elmúlt közel egy órában. Ez maradt nekünk, gyerekek. Na jó, de azok a Fradi szurkolóknak pozitívan. Én a válogatottat is, azért a magyar válogatott teljesítményét is besorolnám ide, tehát szerintem nem csak a Fradi szurkolóknak, hogyha akarok még pozitív mondani. Ez a Fradi pozitív, és számom negatív, mert ha Barcelonában fogtok játszani, de itt legyőzés után nem baj. Ez csak egy... A magyar szívem azt mondja, hogy ki szeretnék már jövő májusban úgy a bajnokok, vagy mi Európa Liga döntér, hogy a Fradi játszik a Manchester. Nem lehet. De lehet, de hogyan lehetne? Hát, mert még nem sorsolják össze őket. Hát a döntőben nem. Nem úgy, hanem hogy a Manchester megveri a Barcelonát, akkor nem egyértelmű még, hogy a Fradival fog játszani. Tehát legyen az én részemre az a pozitívum, hogy akkor legyen egy Fradi Manchester jövő májusban. Béla? Szálljuk ezt a beszélgetést valamilyen pozitív. Én nem vagyok ekkora gurulós foci fan, úgyhogy számomra ez nem fog. Én mondjuk inkább azt, hogy mondjuk a benzin legyen 500 forint, és az euró ne legyen drágább 400-nál. Igen, hát a Fradit mindenki szeretné, a magyar válogatottban is még nagyon bízok. De igazából tényleg az, hogy valahogy sikerüljön úgy átvészelni ezt az időszakot, hogy nem is tudom, jó kívánság kell, vagy remény, vagy nem is tudom. Valami pozitív, ez lehet jó kívánság, remény.
Előrejelzés. Ne halljanak éhen az emberek, meg ne fogjanak meg a saját otthonaikból, és tudjanak bevásárolni. Nagyon remélem, hogy ez megvalósul, és ez pozitív lesz, és miközben a Fabi játszik a Barcelonával. Nem tudom, valami ilyesmi legyen a pozitív. Hát ez nem túl pozitív, mert nem tudsz pozitívat mondani. Jó, én azért kértem még szót, hogy ebben az évben, ami nagyon nagy pozitívum volt, az pont a mi helyzetünk, tehát az Enforce a privátbankár, meg sikerült a nézettségét, ha jól számolom, másfélszeresére emelni az előző évhez képest. Úgy gondolom, hogy nem csak a térképpel felkerültünk, mert ott voltunk, hanem megerősítettük a pozíciónkat. Olvassanak, és ilyen jó beszélgetéseket fognak majd hallani. Ezentúl sokkal több pozitívummal fog tartalmazni remélhetően ez a beszélgetés volt, amit jövőre is majd hallgathatunk. Úgyhogy én azt mondom, hogy hajrá, Enfor privátbankár, klasszis, podcast, klub. Mit hagytam ki? Itt leszünk, az biztos. TikTok. Itt leszünk, olvassanak, hallgassanak, nézzenek minket. Igen, most már a privátbankár.hu-nak van TikTok csatornája is, amin szintén izgalmas tartalmak lesznek a jövő évben. Mi is izgatottam már. Igen, nekem még el viszont, kell magyarázzátok, hogy mi az. Viszont jó. A YouTube csatornán számos jó videót találhatnak a klasszis podcast csatornáján szintén, úgyhogy merem ajánlani magamat a felelős szerkesztő felelősségével. Akkor ezt szerint mégiscsak te lettél a felelős szerkesztő. Én vagyok a felelős szerkesztő, visszavettem a pozíciót, elnézést. És kellemes ünnepeket, boldog új évet szeretnénk kívánni a hallgatóinknak, és tényleg maradjanak velünk is, mi mindent megteszünk azért, hogy megtartsuk a figyelmüket, és továbbra is magunkhoz láncoljuk azt. Mindenki legyen a családjával, aztán emelkedjen felül ezen a sok negatívon, ami mindig történt velünk, meg minden, és egy kicsit legyen otthoni békesség mindenkinek, én is mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok. Kellemes ünnepeket, igen, és jó egészséget mindenkinek, ez a legfontosabb szerintem. Meg hogy a Fradi tovább is. Ön az enfor.hu közbeszéd című műsorát hallotta. Feltétlenül iratkozzon fel a Klasszis Podcast és YouTube csatornákra.